Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Öt nyíregyházi atléta is képviseli majd a magyar színeket a budapesti VB-n. Horváth Ákos irányításával elkezdték a felkészülést a kékcápák. Válogatott játékosokkal erősített a felsőházat megcélzó A-Studio futszál nyíregyháza. Az élmezőny célozza meg a bajnokságban az újfehértói futballcsapat. Öt nyíregyházi atléta is ott lesz a jövő hétvégén kezdődő budapesti világbajnokságon. Hellebrandt Máté a 20 km-es gyaloglásban, Szikszai Róbert és Kerekes Dóra diszkoszvetésben, Tóth Balázs súlydökésben, Boros Bence pedig 100 méteres síkfutásban és a 400-as váltóban indul majd. Én hárommal biztos voltam, és reménykedtem, hogy még legalább kettő, esetleg három ott lehet a VB-n. Ebből a három plusz háromból kettő sikerült, tehát öttel ott vagyunk, és aminek nagyon örülök, hogy a vidéki egyesületek közül mi vagyunk ott a legnagyobb létszámban az atlétáinkkal. Az egyesületeknél a budapesti Honvéd 8 fővel, az MTK 6 fővel és a Nyíregyházi Sportcentrum 5 fővel képviselteti magát a világbajnokságon. Egy világbajnokságra már kijutni is nagy dolog, hogy öten ott vannak, mi az elvárás a nyíregyházi versenyzőkkel szemben? Én azt mondom, hogy tisztes sejtállás, ismerve azért a világ élvonalát, meg a világbajnokságon résztvevő több mint 2000 atlétát, nagyon nehéz lesz oda kerülni a legjobbak közé, de ha már itt vagyunk, akkor szerintem a versenyzőink mindent megtesznek azért, hogy a legjobb eredményeiket érjék el. És ha már egyéni csúcs, vagy egyéni csúcson túli eredményeket érnek el, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk ezzel. Nem is olyan régen van egy atlétikai centrum a nyíregyházi atlétikának, mekkora a szerep a létesítménynek ebben az eredményben? Szerintem sok, hiszen itt minden lehetőség adott volt ahhoz, hogy felkészüljenek télen, nyáron, ősszel, bármikor tudtak edzeni. Ha nagyon hideg volt kint akkor is, ha nagyon meleg volt kint akkor is. És hát ami büszkeség a városnak, hogy ez az atlétikai centrum azért ide vonzza az ország, meg a környező országok atlétáit is a felkészülésben. És hát nagyon sokan indulnak azok közül, akik itt készültek most a világbajnokságon is. A budapesti világbajnokságon induló magyar atléták közel 10%-át a Nyíregyházi Sportcentrum adja. Mekkora elismerés ez az itt zajló szakmai munkának? De nagyon nagy elismerése ez, mert ugye a Honvéd és az MTK után legnagyobb létszám a vidéki egyesületként Nyíregyházáról vesznek részt atléták a hazai rendezésű világbajnokságon. Ez egy nyíregyházi rekord is, ennyi soha nem volt. És egy visszaigazolása is annak, hogy érdemes volt nagyon sok nyüggelját, az atlétikai centrumot megépíteni, és érdemes volt ezen a legmagasabb szinten, mert ugye ők ott edzenek, de nem csak ők, hanem külföldi versenyzők vannak most is, akik a VB-re készülnek itt nálunk. Tehát itt azért persze a legfontosabb a szakember, hiszen az edzők, a szakemberek állnak a versenyzők mögött, meg nyilván a családjuk, meg a baráti körük, de az infrastruktúra is számít. Az atlétikai versenyek talán leginkább vált szám a férfi 100 méter, amelynek ott leszel a rajtján, a plusz a váltóban is rajthoz állt. Milyen érzésekkel, reményekkel, célokkal várod a világbajnokságot? Reggel óta ugye át kell szervezni a dolgokat így, hogy indulok egyéniben is, nem számoltunk vele. Titkon picit reménykedtünk, de nem volt nagy számításbevé, ugye inkább a váltóval készültünk az utóbbi időben. Én is úgy készültem fejben, hogy akkor 25-én futunk este a nagy közönség előtt. A felkészülést ugyanúgy folytatjuk, csináljuk a dolgunkat. Most egy picit ez a két hét, ezt egy picit jobban meg kell nyomni fejben. Milyen reális célokat tűzhez ki magad elé egyéniben is a váltóval? Egyénivel szeretnék magamhoz közeli formát, vagy az egyéni, vagy a szezonbeli legjobbhoz. Én azzal már elégedett lennék, a váltóval pedig szeretnénk egy ilyen 39 elejé időt. Úgy gondolom, hogy az benne is van, hogy az egyéni formák is úgy jöttek most a versenyeredményeket, meg a váltó. Volt egy 10 napos edzőtáborunk, és ott is olyan eredmények születtek esetleg váltóval, vagy egyénileg is, amik ezt indokolják.
Szikszai Róbert külföldön versenyed, azért nincs itt, de gondolom már négyen beszéltetek a világbajnokságról. Mit jelent ez nektek? Szerintem az egyik legnagyobb ilyen esemény lesz, amin részt vehetünk. Biztos vagyok benne, nagyon várjuk. Nem panaszkodhatsz arra, hogy tétlenül telnek a nyári napok, nemrég érkeztél haza Kínából, Chengduból, az Univerziádén 8. helyen végeztél. Milyen élményeket értél haza a világ másik végéről? Hatalmas élmény volt, egy teljesen más világ, és nagy szerencsénk volt, hogy egy olyan szervezésben részesültünk a verseny szempontjából, hogy minden gördülékenyen működött. A verseny pedig egy teltházas stadionban történt, úgyhogy egy hatalmas élmény volt így versenyezni. Neked még nem volt biztos a világbajnoki részvételed, most már az, ez mekkora élmény? Nem is számítottam igazából rá, tehát ma reggel tudtam meg, én is a tévéből, egy leírhatatlan élmény. Tehát hazai közönség előtt, itthon rendezésű világbajnokságon, ez egyszer történik meg. A világ legjobbjai lesznek majd ott melletted az öltözőben, a dobókörnél. Milyen célt tűzték ki magad elé most már, hogy tudod, hogy ott leszel Budapesten? Nyilvánvalóan nem hozzájuk képest mérten fogok versenyezni. Azt tűztem ki magamnak, hogy saját eredményeimhez képest próbáljak minél jobban teljesíteni, az idei eredményemen próbáljak javítani, illetve az egyéni csúcsom közelébe kerüljek, vagy megjavítsam azt. Számodra is frissnek még mondható az élmény, hogy ott leszel a világbajnokságon. Mit szóltál, amikor megtudtad, hogy indulsz Budapesten? Nagyon jó érzés volt, megtisztelő volt, hogy képviseltem Magyarországot a VB-n, nagyon örültem neki. Ugye már lezárult július végén a kvalifikációs időszak, és még meg kellett várni, hogy ki az, aki biztos indulhat. Voltál egy dél-afrikai és egy ciprusi edzőtáborban, milyen formában, milyen reményekkel várod a VB-t? Mind a három edzőtábor jól sikerült, az egyik még az megsérültem, de szerencsére hamar regenerálódtam. Remélem, hogy jól fog sikerülni a VB, úgy érzem, hogy még nem jött ki ez a sok munka, úgyhogy remélem, hogy majd ott ki fog jönni. Milyen pluszt adhat az, hogy minden bizonnyal egy teltházas stadion 30 ezer zömében magyar szurkol előtt versenyezhettek? Nagyon jó érzés lesz szerintem, már ugye dobtunk az országos bajnokságon a stadionban, az nagyon jó volt, úgyhogy szerintem a tömeg az még nagyobb motivációt fog adni, úgyhogy már nagyon várom. Az új vezetőedző Horváth Ákos irányításával elkezdte a felkészülést a Hübne Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák szeptember 23-án kezdik a bajnokságot az NB1B piros csoportjában. Még nincs jelen mindenki, tehát a hivatalos kezdés az annyit, hogy az jövő hét hétfő lesz, de pont mutatja az elhivatottságukat, hogy érzékeltettük, hogy azért elég hamar van az első tétmeccs, meg az első edzőmeccs is elég korán van, úgyhogy aki csak tud, szedje a sátorfáját és jelenjen meg, és ennek az eredménye, hogy ilyen sokan megjelentek, így tudtuk is kezdeni már állapotfelméréssel, ami szintén megkaptuk azt a választ az állapotfelmérések alapján, hogy baromi jól edzettek a srácok, úgyhogy van mire építeni. Nem kell senkinek a erdőbe az alapokat összeszedni magára, mert foglalkoztunk kosárlabdával. Ugye vannak régi játékosok, korábbi játékosok, van visszatérő, vannak újak, de nagyon sok az új játékos, gyakorlatilag egy csapatot kell építeni, és ennek része az is, hogy ki kell alakulni egy hierarchiának mind a pályán, mind az öltözőben, mennyi időt szánsz erre, mennyi munkát vesz az igénybe. A hierarchia az mindig egy ilyen törékeny kis dolog, inkább úgy mondanám, az kialakul. Tehát az biztos, hogy egész más tisztelettel jön mondjuk valaki a Bús Ivánnal szemben, aki tőzsgyökeres bajnokcsapattagja volt, és csapatkapitányként számolunk vele ugye a kezdetektől, de ugyanúgy, aki fiatalként ide kerül, és az első napon az volt a kérdése, hogy akkor ő ma már tud kondizni? Ő akkor plusz edzést el tud végezni? Tehát itt milyen mentalitású srácok vannak. Innentől kezdve az, hogy a hierarchia hogy fog kiépülni egymásra, az olyan természetes szelekció lesz. Nyilván ebben nagy szerepünk van, hogy ezt igazgassuk, és bármilyen vadhajtás lenne, azt azért időben kezeljük, de nem erre számítok. Sokkal inkább arra, hogy szépen elégedettek legyenek azzal, ahogy beleteszik a munkát, azért megkapják a megfelelő ellenszolgáltatást, vagy játékidőt, arra gondolok, bizalmat. Milyen típusú csapatot szeretnél látni a pályán? Mi lesz a jellemző a mostani Nyíregyházára?
szokták mondani, egy nagy klisével élnék, ugye, hogy a 100%-ot ki kell tenni, de ugye minden mindig onnan indul. És megint a mostani szerkezetre gondolva, azt gondolom, hogy itt mindenki olyan, aki tényleg innen indul. És onnantól kezdve az, hogy a megbeszélt sémákat, filozófiát, taktikát, tehát hogy mit miért csinálok a csapat oltárán, azt minél jobban elsajátítják, és minden egyes beletett energia a csapat oltárára hozza a produktumot, akkor érteni fogjuk egymást, és együtt fogunk előrevezni. Említetted, hogy korán lesz az első felkészülési meccs, hány meccset tervezek a bajnoki rajtig? A darabszámot pontosan nem is tudom, de megvan fejben, mondjuk tehát a hirtelen végigmenjünk, a 18-a, 22-e, 28-a, szeptember 2, szeptember 8-9 ugye Ernő emléktorna, és utána 15-én lesz egy szlovák csapata visszavágunk, és 23-a tét meccs, tehát most így hirtelen le is daráltam. Ez úgy nagyjából 8 meccs körülbelül. Mindig abban hittem, hogy a legjobb edzés a meccs. A legjobb ritmus az, hogyha hetente minimum egy meccset játszunk, és mivel vannak olyan fizikai állapotban a srácok, ezt meg fog tudni valósítani. Egyike vagy a csapat új játékosainak, úgyhogy először is egy bemutatkozást kérnénk. Mi az, amit tudni kell rólad a nyíregyházi szurkolóknak? Nagy Simon vagyok, 21 éves, és tavaly a BKG-nál játszottam. Azelőtt Jászberényben, ott sikerült döntőbe is jutnunk, és azelőtt is a BKG-ben, ahol pont a Nyíregyházával döntöztünk. Úgyhogy a csarnokot ismerem, és nagyon is szeretem egyébként. Mi volt a vonzó a nyíregyháziak megkeresésében? A profizmus, az, hogy a körülmények azok szerintem a legmagasabbak itt a piros csoporton belül, illetve az edzőszemélye is nagyon pozitív számomra. Voltak-e ismerősek a keretben? Egyedül Tarjáni Zsákot ismerem, őt a B33-as válogatottból, meg azelőttről, hiszen ő a Honvédban nevelkedett, ha jól tudom, és budapestiként hamar megismertük egymást. Az előző szezonban, pontosabban két szezonban a Nyíregyház az A csoportban játszott. Mennyit változott a piros csoport az elmúlt két esztendőben, te úgy jól szerepeltél? Úgy gondolom, hogy amikor feljutott a Nyíregyház, akkor 2-3 meghatározó csapat volt. Ugye a BKG, Nyíregyháza, és most nem jut eszembe értelem a harmadik, de most talán az egyik legkiegyensúlyozottabb lesz a mezőn. Ugye elmúlt két év alatt így normalizálódott ez a nagy különbség. Bár fiatal vagy, de már nem felelsz meg a fiatal szabálynak, mennyi játék lehetőségre, játék persze számítasz? Ezt az edzésem mutatott teljesítményem alapján szeretném kiérdemelni, illetve azután, miután jól játszottam egyes mérkőzéseken, szóval ezt így előre nem szeretném mondani perceket. Akkor legalább arról beszél valamit, hogy melyek az erősségeid? Külső dobások alapvetően, és az, hogy szerintem csapatban nagyon jól tudok együttműködni a többiekkel, hamar megtalálom a közös hangot, és elsősorban a csapat érdekei a fontosak számomra, nem pedig az egyéni. És milyen csapat szereplése lennél elégedett? Általában egy kieső csapattól azonnali visszajutást várják, de ha jól tudom, még pontosan nincsenek meghatározva a célok. Először nem szeretnék túl nagyokat mondani, de mindenképpen szeretnénk az élmezőnybe végezni. Hétfőn a Pécs elleni hazai mérkőzéssel kezdve a bajnokságot az NB1-ben az A Studio Futsal Nyíregyháza. A klub szerdán tartotta idény előtti sajtótájékoztatóját. Ahogy mondtad, sikertörténetnek is nevezhető az A Studio Futsal. Elmúlt három év, hiszen az NB3 tolgyúzott el addig, hogy most már megcélozhatja a felsőházat. Minek köszönhető ez a gyors felemelkedés, és milyen szerepet tölt be a kosár és a röplabda mellett a futsal a e-sport Kft. Életében? Ezt gondolom, hogy legfőképpen annak a szervezettségnek köszönhető, ami ugye az e-sport Kft.-t amúgy is jellemzi, hiszen van két olyan sportág, a röplabda és a kosárlabda, amiből már tudott meríteni. Mind a terem kapcsán, mind a stáb kapcsán van már egy olyan működő rendszerünk, amire a futsal gyakorlatilag ráépült, és Hepp Tamás kollégámmal ki tudtunk egy olyan rendszert építeni, ami folyamatosan lépcsőről lépkedve, ugye a második évben, mint A Studio Tenkő Szabolcs ügyvezető által egy komoly segítséget megadva, egy olyan csapat alakult ki, akinek most már az NB1-ben az első osztályban szurkolhatunk. Tavaly sikerült a biztos bemaradást kiharcolni, idén pedig nagyobb célokkal vágunk neki a bajnokságnak. Nem csak a nyíregyházi csapat, maga a sportág is fejlődik, le lehet ezt mérni a meccseken, a nézőkön, a körítésen?
Abszolút, tehát már volt olyan mérkőzésünk, ahol 5-600 ember kint volt. Nyilván a nagyobb csapatok ellen vagy a megyei rangadókon kicsit többen vannak, de ez minden mérkőzésre, vagy minden sportágra igaz. Én azt gondolom, hogy a tavalyi sikersztoriból kiindulva idén még több kilátogatóra számíthatunk, hiszen most már nem csak megszorongatni tudtuk a nagyobb csapatokat, hanem egyszer-egyszer meg is verni. Ugye idén egy kicsit a célok is változnak, hiszen szeretnénk a felsőházba jutni és a legjobb 6 csapatba öregedni magunkat, de ez pedig minél több győzelem szükségeltetik, minél több győzelem, annál több néző, úgyhogy így megyünk neki ennek a szezonnak. Amikor legutóbb beszélgettünk, még az atlétikai centrumban gyűjtötték az erőt a játékosok, azóta eltelt 3 hét óra vagytok több felkészülési meccsen. Milyenek a tapasztalatok most már így nem sokkal a rajt előtt? A kellő erőt megszerezték a játékosok az atlétikai centrumban, utána pedig átértünk itt az arénába a termes edzésekre és a labdás edzésekre, és be volt iktatva 3 felkészülési mérkőzés, amiket igazából megnyertünk, helyenként már biztató játék is volt, viszont ebből ez most igazából csak edzőmeccs, tehát örülünk, hogy nyertünk, és egy nagy pont a végén, mivel kezdődik a bajnokság, ezt a pozitív dolgokat ki kell ragadni ezekből a meccsekből, és a hibákból viszont tanulni kell, és akkor a hétfői kezdésen bízom benne, hogy a Pécs csapatát feljutóként le tudjuk győzni itthon. Érkeztek sokszoros válogatott játékosok, érkezett utánpótlás válogatott játékos, érkezett új brazil légiós. Milyen a csapat kohézió? Az rendben van, szerencsére befogadták őket, nagyon jó csapatembereket sikerült igazolnunk, mind a brazil srác, a Gregory, mind a Ricsi, a Norvé és az Ádám, illetve a Sanyi is, rendkívül jó személyiségek, és mindent megtesznek a győzelemért, és tényleg egyben van most a brigád, van versenyhelyzet csapaton belül, de ennek én örülök, hiszen így picit nehezebb dolgom van, hogy állítsam össze a 2 csapat, amiben gondolkodok, és ezt szeretném, tehát egész évben, hogy ilyen problémáink legyenek, vagy problémám legyen, hogy versenyhelyzet van, és hogy ki játszik. Tehát ebbe a szerencsére játékosok partnerek, és rendkívül sokat fejlődtek az előző szezonhoz képest, már tudom most mondani a meccsekből kiindulva, a régi játékosok is, az új játékosok, ők pedig tapasztalt rutinos játékosok, itt a motivációra voltam kíváncsi, hogy mennyire lesznek motiváltak, de szerencsére ezzel nincsen probléma, és mindent a csapat sikerének rendelnek alá. Minden sportágra igaz, hogy a legjobb nézőcsalogató a győzelem, mennyire számíthatok a szurkolók támogatására? Nagyon szeretnénk, hogyha tényleg Nyíregyházán, úgy mint a röplabda és a kosárlabda, minél többen jönnének és támogatnák a csapatot, mert amikor volt szurkolás, azt a játékosok is mondták, hogy hú, nagyon jól esett nekik, és hogy mennyire jó volt így játszani, és nagyon bízunk benne, hogy ezzel a jó kis felkészülésünkkel egy jó pár nézőt be tudunk csalni, illetve hát, hogyha a bajnokságban jól szereplünk, akkor szerintem nem lesz probléma a nézőszám emelkedéssel, és jönnek majd, biztatnak minket, és befogadják, elfogadják a fiúkat, a nyíregyházi magasz pedig ismerik őket, milyen játékosok, rendkívül sokat fejlődtek ők is, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy igenis megmutatják minden egyes meccsen, hogy amire képesek. Nyugodtan lehet mondani, hogy neked lényegesen jelentősebb volt azon a sportágban, mint a nyíregyházi csapatnak. Mégis mi volt a vonzó az A-Studio futszál megkeresésében? Nekem nagyon tetszett az a perspektíva és jövőkép, amit felvázolt nekem Hepp Tamás, akivel folytattam a tárgyalásokat. Nagyon tetszett az, hogy szeretnék fejleszteni a csapatot, illetve magát az infrastruktúrát a csapat mögött. Mindig is szerettem magas szinten játszani, mindig is szerettem magamat új szituációban kipróbálni. Ez is egy ilyen motiváció volt számomra, hogy úgymond egy új klub felépítésében is tudja segíteni a rutinommal. Bízom benne, hogy minden olyan eszközt, amit megkapok, azt tudom én is hasznosítani, és tudom azt a rutint és tapasztalatot, amit megszereztem, azt át tudom adni a fiatalabb játékosoknak, illetve a rutintalanabbaknak. Jól ismered a legmagasabb osztálymezőnyét, voltak változások nyáron, mint mindig, most milyen bajnokságra lehet számítani? Én nagyon furcsa bajnokságra számítok, főleg itt az elején, hiszen nagyon érdekes átigazolások voltak most itt nyáron. Ki szeretném emelni, hogy mindenféleképpen mindig magunkért fogunk dolgozni. Mi szeretnénk a csapatot fejleszteni, szeretnénk azt, hogy a játékosok, akik itt játszanak, azok mindig a legjobbatól legtöbbet hozzák ki magukból, mind edzéseken, mind pedig mérkőzéseken. Ezt pedig meglátjuk, hogy mire lesz elég. Igazából vannak céljaink, mint ugye elmondta a Máté is, illetve a Norbi is.
szeretnénk azokat a célokat elérni, ez csak olyan munkával, amit eddig belefektettünk és alázattal tudunk elérni. Bízom benne, hogy ez ki fog tartani egészen a szezon végéig, és nagyon sikeres szezon tudunk zárni majd a legvégén. Eddig a csapat céljairól, a csapatról beszéltünk, egyéniek milyen céljaid vannak? Szeretném magamból kihozni a maximumot, szeretném átadni azt a tapasztalatot, amit megszereztem a fiatal játékosoknak, hiszen nagyon sokat kérdeznek tőlem a fiatalok. Próbálok jó példát mutatni mind edzéseken, mind pedig mérkőzéseken, illetve mondtam mindenkinek, hogy magánéletben is nyugodtan bárkinek bármilyen problémája van, nyugodtan tudnak hozzám jönni, mert próbálok mindenben segíteni. Ezen kívül egyéni céljaim közt az szerepel, hogy folyamatosan tudjak majd jó teljesítményt nyújtani, illetve az, hogy visszakerüljek a válogatott keretbe, hiszen most jelen pillanatban nem voltam bent ebben az edzőtáborban, de majd remélem, hogy Lovas Norbi és a csapat segítségével vissza tudok kerülni. Az élmezőny célozza meg a vármegyei első osztályban szereplő újfehértói futballcsapat. A továbbra is Piskóti Zsolt által irányított együttes már saját pályáján fogadhatja az ellenfeleket. Hosszú idő után tér vissza az újfehértói futballcsapat hazai környezetbe, csodálatos stadionban. Milyen érzés a visszatérés? Nyilván hát a jobb visszatérés nem nagyon lehet elképzelni, hogy egy ilyen komplexumba jöjjön vissza a csapat. Izgatottan vártuk, de szerintem minden igényt kielégít ez a közeg majd. Mennyire volt nehéz folyamatosan idegenben vagy albérletben játszani? Már a vége már nagyon nyögvenyelős volt, nyilván megviselte a játékosokat is, meg hát mindenkit. Tehát azért ez a hazai közeg, a hazai nézők előtt játszani hétről hétre, az nagyon nagy előny fog jelenteni, úgy gondolom. Beszéljünk egy kicsit még a csapatról, ugye hamarosan elkezdődik a bajnokság. Milyen változásokon ment keresztül a csapat ezen a nyáron? Az első és legfontosabb célunk az volt, hogy egybe tartsuk a tavalyi csapatot. Nyilván a végén csúsztunk el sajnos a bajnoki címről. A fiúkkal egyébként elégedettek voltunk, az sikerült is egyben tartani a csapatnak azért a nagyon nagy százalékát. Ugye a távozókat igyekeztünk pótolni, így érkezett a Barnusz Gergő, a Barta Károly, és a Nagy Dávid, akiknek ugye jelentős múltjuk van a felnőtt futballban, és fiatalok csatlakoztak még be a munkánkba, több helyi játékos, az Urd Dániel, a Nagy Rajmond, a Mitelkó Bence. Felkészülés hogyan sikerül? Kicsit felemáson, úgy gondolom. Voltak olyan időzítések és olyan edzőmérkőzések előtt, amikor nem azt tudtuk megcsinálni, amit elterveztünk különböző okok miatt még, és ilyenkor egy-két eredmény talán egy kicsit becsapós volt, de hát a felkészülésnek azt gondolom, hogy amit elterveztünk, azt el tudtuk végezni, és ez a legfontosabb, itt még most nem az eredmények számítottak igazán. Ugye nagyon kiélezett bajnokság elé nézünk, mi a célja az egyesületnek, illetve milyen szezonra számítasz? Továbbra is az a célunk, hogy meghatározó tagjai legyünk a megye egyes mezőnynek. Azon belül, hogy ebből mi sül ki, azt gondolom, hogy ott egy kicsit már sok minden befolyásolja ezt, úgyhogy ugyanúgy szeretnénk az élmezőnyben lenni, és minél több meccset nyerni. Közel két évig voltatok albérletben, folyamatosan idegenbe kellett gyakorlatilag játszanotok, milyen érzés visszatérni? Hatalmas öröm számunkra, hogy végre átadják ezt a létesítményt, és tényleg hazai környezetben játszhatunk, mint szerintem minden mérkőzésen nagyjából ennyi néző várható, azért a nagyváros Újfehértó szereti a focit itt. Tényleg adott minden most a jó szerepléshez, reméljük, hogy tudunk is jól teljesíteni ebben a szezonban. Milyen szezonra számítasz? Az elmúlt 10 évben szerintem az egyik legerősebb megyei bajnokság lesz most. Nagyon jó igazolások voltak mindenhol, szerencsére mi is tudtunk erősíteni. Hát ilyen 6-7 csapat lesz szerintem, aki ott az élmezőnyben fog harcolni a dobogós helyezésekért. Remélem, mi is közöttük leszünk. A vármegyei első osztály nyitófordulójában az Újfehértó szombaton Csengerben lép pályára. A további párosítása következő Vásárosnamény Nyíregyháza Spartacus 2, Nyírmegyes Nyírbéltek, Mándok Nagykálló, Máté Szalka, Nagyecsed, Nyírbátor, Tarpa, Ibrány Kállósemjén és Kótaj Kemecse. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.